Fontos ügyelni arra is, hogy mielőtt meghirdetnénk a kérdőívünket a kitöltőknek, olvassuk át a kérdőívet, illetve illetve gondoljuk át, hogy minden kérdést feltettünk-e, ami az adott kutatás szempontjából fontos. Nincsenek-e helyesírási hibák, minden kérdésnél minden lehetséges válasz lehetőséget megadtunk-e, amire szükségünk lehetséges, és hogyha egyszer meghirdettük a kérdőívet, és elkezdődtek a kitöltések, akkor onnantól kezdve lehetőleg ne változtassunk a kérdőíven. Ne javítsuk a helyesírási hibákat, ne adjunk meg új kérdéseket, és ne változtassunk a válasz lehetőségeken, mert onnantól kezdve nagyon nehéz lesz egyetlen adatbázisként kezelni az adott kérdés szempontjából azokat a személyeket, akik a változtatás előtt töltötték ki a kérdőívet, és azokat, akik a változtatást követően töltötték ki. Természetesen, hogyha egy nagyon fontos kérdés kimaradt a kérdőív készítéséből, azt azért bele lehet tenni, de akkor is számolnunk kell majd azzal, hogy az az adott kérdés az ugyan nem a teljes adatbázison lesz majd elérhető. De ezen kívül, ha valami tényleg vitális kérdés kimarad, azt tegyük be, más esetben ne változtassunk lehetőleg a kérdőíven. Az, hogy mekkora problémákat tud okozni az, hogyha a kérdőíven változtatunk, ahhoz kettő példát szeretnék hozni. Az első kutatásból jövő adatbázist a teszt készítője rendkívül sokszor megváltoztatta, a kérdések megfogalmazásán változtatgatott a kérdőív kitöltése során, a válasz lehetőségeken változtatgatott. És akkor ennek megfelelően az adatbázisában végül ugyanaz a kérdés több verzióban is előfordult, és rendkívül sok munka volt utána, hogy azokat a válaszokat, azokat valahogy összeollózzuk egyetlen értelmes változóba. A másik esetben pedig azt vizsgáltuk egy adott kérdéssel, hogy bizonyos esemény hogyan változtatta meg a fogyasztóknak a fogyasztási szokásait valamilyen tekintetben, és az első körben az adott kérdéshez csak olyan válasz lehetőségeket adtunk meg, hogy csökkentette a fogyasztást, nem változtatta a fogyasztást, illetve hogy növelte a fogyasztást. És akkor elkezdték a személyek kitölteni a kérdőívet, és a felénél körülbelül rájöttünk arra, hogy ez nagyon nem lesz így jó, mert a legtöbb embernek nem változtatta a fogyasztását az adott társadalmi változás. És akkor eszünkbe jutott, hogy meg kéne változtatni a kérdést, és úgy feltenni, vagy olyan válasz lehetőségeket adni, hogy csökkentette a fogyasztását, nem változtatta a fogyasztását, de zavarja, nem változtatta a fogyasztását és nem zavarja, illetve hogy növelte a fogyasztását az adott társadalmi változás. Ami szép és jó, és akkor innentől kezdve így töltötték ki a személyek, viszont amikor az adatokat megpróbáltuk feldolgozni, akkor abba a problémába futottunk, hogy amikor lekódoljuk a válasz lehetőségeket, akkor mondjuk nullást kap az, hogy csökkent a fogyasztás, egyest kap az, hogy nem változtatta a fogyasztását, de zavarja, kettest kap az, hogy nem változtatta a fogyasztását, és nem zavarja, és hármast kap az, hogy növelte a fogyasztását, de akkor milyen kódot adjunk azoknak, akiknél csak azt tudjuk, hogy nem változtatta a fogyasztását. Akkor végül úgy döntöttünk, hogy másféllel kódoljuk be ezeket a személyeket, de utána a grafikodokon borzasztó hülyén nézett ki a dolog, tehát végül is rendkívül sok problémába belefutottunk még így is az adatok feldolgozásával. Most így utólag azt gondolom, hogy sokkal jobban jártunk volna, ha inkább egy plusz kérdést teszünk föl, tehát meghagyjuk az eredeti kérdést, csökkent, nem változott, növekedett a fogyasztás verzióban, és feltettünk volna egy második kérdést arról, hogy zavarja vagy nem zavarja, és akkor így tisztább képet kaptunk volna. De minden esetre alapvetően a tanulság ebből az, hogy nem szabad megváltoztatni a kérdőívet, ha már elkezdték kitölteni, mert onnantól kezdve nagyon nehéz lesz összeollózni a változtatás előtt és változtatás utáni adatokat egymással.